Nagyon remélem. Az üt hadseregnél nem találtam ünnepi ruhát. Biztosan sok ünnep van ma. De a szeretet minden akadályt legyőz. De a szerelmet nem győzheti le semmi. Fogjátok meg egymás kezét. Köszönöm. Michael, elfogadod-e Jane-t hites feleségedül? Vállalod-e vele a közös jövőt jóban, rosszban, gazdagságban, szegénységben, betegségben, egészségben? Vállalod-e, hogy szeretet, tisztelet, gondját viseled, míg a halál el nem választ? Igen. Jane, elfogadod-e Michael-t hites uradul? Vállalod-e vele a közös jövőt jóban, rosszban, gazdagságban, szegénységben, betegségben és egészségben? Vállalod-e, hogy szereted, tiszteled és gondját viseled, míg a halál el nem választ? Igen. No, Istenem! Ha tud valaki okot, amiért ez a két ember törvényesen nem lehet egymásé, szóljon most, vagy őrizze meg titkát örökre. Igen, én beszélni akarok. Kleszi! A jóban, gazdagságban és egészségben nagyon jó szavak. De a szegénységben, betegségben és rosszban negatív kifejezések egy szövetségre. Nem értem. Mi a fenét művelsz? Azt mondta, beszélhetek. Ebben van valami. Az emberek sírnak, mert hibát készültök elkövetni. Beszi, kérlek! Nos, ideje, hogy távozzon, gyerünk. Ki maga? Én vagyok a vőfély. A frász utazó. Na, tűnés. A holdra menet érti nélkül. Ilyenkor érzem, hogy van értelme a munkámnak. Elég! Hagyjátok abba! Csak segíteni akartam. Nem segítettél, és szeretném, ha elmennél. El is megy. Elnézést a zavarásért, asszonyom, ha megengedik. Gyönyörű mennyasszony. Tegnap este volt egy újabb betörés, és ezúttal hátrahagyott valamit. Kifelé menet, fönnakadt a zakója az ablakon. Ismerős ez önnek? Viselt ilyet valaki, aki megfordult az ön lakásában? Igen, valaki viselt. Ez nem a te zakódból való. De, az én zakomból való. Említettem már, hogy jogában áll hallgatni? Letartóztatom. Legyen szerencséd, gyermekem. Majd később befejezzük. Úgy is meg akartalak szöktetni. Nem mehetsz be erőszakkal az épületbe. Meg kell találnom az akómat, hogy higgyenek nekem. Neked be kell illeszkedned a társadalomba, nem megszegni a törvényt. Segíthetnél. Intézd el a megfigyelő szerkezetet. Szó sem lehet róla. Én csupán megfigyelő vagyok. Ha nem bizonyítom az ártatlanságomat, egyikünk sem tér vissza, soha. Nos, nem muszáj innen figyelnem. Innen talán jobban látok. Tudom, hogy itt van. Nézd meg a kinti viseleti helyiségben, amit a másik lakótérben láttunk. Valaki elvitte. Valaki fel akar használni. Hallottam már erről. Ezt úgy hívják, bemószerolás. Bemószerolás? Légy óvatos. Michael már járt itt. Ő is lehetett. Lehet, hogy Jane veszélyben van. Láttam a nászút foglalást oda át.
Világító torony fogadó, ágy és reggeli. Ah, úgy örülök, hogy megtettük, Michael. Igazad volt, elbűvölő szertartás volt. De remélem, Jesse jól van. Miért nem vered ki Jesse-t egyszer s mindenkorra a fejedből? Vége, oké? Istenem, milyen tökéletes hely egy nászútra. Mindig is ilyen helyet képzeltem. Tudom. Az hogy lehet? Honnan? Hát csak úgy tudtam. A lelki kapcsolatunk. Tényleg kezdek hinni benne, Michael. Mint ha kitalálnád, hogy mit akarok, mielőtt még én tudnám. Csodálatos életünk lesz. Még a halál el nem választ. Biztos a pezsgő, amit rendeltem. Hozza csak, ne! Jesse, te mit keresel itt? Én nem vagyok tolvaj, azt keresem, aki az. Mi nem tehetünk érted semmit, Jesse. Tűnj el, hagyj minket békén. Jane, nálad hagytam az zakómat. Marhaság! Épesző ember nem felejteni el a zakóját ebben az időben. De ő igen, még este betettem a szekrénybe. Megnéztem, és nincs ott. Ez hihetetlen. Ez az ember a törvény elől menekül. Tolvaj! És valószínűleg gyilkos is. Igen, gyakran öltem. De csak a háborúban. És most, ha ellenséget érzek, jelen van a vágy, hogy öljek. Harcolok ellene. De egy nap... talán elvesztem a csatát. Jane, a te barátod. Tüntesd el az életünkből. Találd ki, ki van itt. A drága jó Jesse. Jane tudja, hogy az zakója a szekrényében volt, és nem akarom, hogy a rendőrség is megtudja. Gyorsabban kell lépni, mint terveztük. Hagyd, hogy elintézzem. Arra nem lesz szükség. Majd más elintézi. Már nem kell baleset. Van egy féltékeny bolt szeretünk, aki idáig követett minket, hogy megölje. És én kénytelen leszek megölni őt. Menjünk. Jane, kiférhetett még a szekrényedhez? Csak Michael. Azt akarod, hogy elhiggyem, hogy a férfi, aki ehhez hozzámentem, betörő és gyilkos? Nézd, megpróbáltam segíteni neked, de kezdesz nagyon fura lenni. Hálás lennék, ha távoznál. Nem látod tisztán Michaelt, mert szereted. Ami bizonyítja a régi bölcsmondást. A szerelem vak. Michael! És pont jókor. Biztos a lelki kapcsolatunk. Ugyan már, Jane. A kedvenc zenéd, a kedvenc színed, a titkos vágyaid. Hogy tudhatnék ezekről? Mondjuk úgy, hogy az életed nyitott könyv nekem. A könyveim. Tudjátok, mi hárman olyan jó kis banda voltunk. Szórakozzunk még egy kicsit együtt. Indulás. Itt jó lesz. Arccal a falnak, gyerünk. Michael, mit csinált? Megőrültél? Nem, dehogy, csak a jövőmet biztosítom. Már olyan régen várok erre. Michael, a feleséged vagyok. Túl komolyan veszed a dolgokat. Könnyebb lenne, ha becsuknád a szemed. Michael, ne! Kell valami, amiben kapaszkodhatsz, hogy fölhúzhassalak! Siess! Jesse, siess! Ne! Fogd meg a kezét és tartsd! Ha ő lezuhan, te is! Oh.
kocsiját sajnos le kellett foglalnunk. Visszavihetem önöket a városba. Igen, Jane-t vigye vissza. És veled mi lesz, Jesse? Hát, én még maradok egy kicsit. Istenem, hallgatnom kellett volna rád. Megértem. Allergia volt a fejüregeidben. Az biztos. Nem volt hosszú nászút, igaz? A következő hosszabb lesz. Igen. Szia, Jesse. Végeztünk, asszonyom. Figyeljen, ha van kedve egyik este, összejöhetnénk. Játszhatnánk magának egy kis bugivugit, főzhetne egy kávét. Oké. Romantikának ez az ostoba tanulmányozása majdnem az elpusztításoddal végződött. Ha ez megtörténik, én sem jutok haza soha. Igen, Kontroll. Itt ragadnál a földön, jó nagy kutyaszorítóban. Tartani ellenséges érzületeidet. Ellenséges érzület? Az nem helyes. Az ítélet ezennel érvényben lép.